Jó néhány dokumentumfilm, kisebb játékfilmek szerepelnek már a fiatal rendező Simó Ibolya megvalósításai között, ám a Tökéletes befektetés című alkotás az első igazi, megvalósult kisfilmje, melyet népes közönség előtt mutattak be szombat este 7 órától a Szikulusz ifjúsági házban. A kevesebb mint fél órás alkotás forgatókönyvén még 2010-ben kezdtek el dolgozni, majd 2011-ben a forgatással is elkészült a stáb, melynek zöme egyébként a rendezőhöz hasonlóan szintén székelyudvarhelyi, köztük van például Bálint Artúr, mint rendező operatőr is. A kisjátékfilm ötlete évekkel ezelőtt született meg, amikor a Székelyudvarhelyi Transzikon Egyesület tagjai témákat kerestek, végül több kisjátékfilmből összeállított egész estés alkotást álmodtak meg. Ibolya a fiatalságot ragadta meg, annak is azt a szegmensét dolgozva fel, amely egy elszállt, mondhatni már-már eltorzult világot tár a nézők elé. A film egy naív fiatal történetét mutatja be, aki gazdag apjától egy benzinkutat kap születésnapjára. A filmet több udvarhely környéki helyszínen forgatták, a jelenetek nagy részét a zetevárajai víztározónál. A Tökéletes befektetés pályafutása még most kezdődik. A rendező elmondása szerint Dursz György producer javaslatára első körben különböző A-kategóriás nemzetközi filmfesztiválokra küldik el az alkotást.